vagyunk Avignonba, ami nem Savignon, és Toulouse-ban nem csináltunk semmi videót, mert rájöttünk, hogy legalábbis nekünk nem jött be. Egy éjszakát aludtunk ott. Pedig a Google Street View az jó. És még belefutottunk egy tűzriadóba is, ami nem egy megnyugtató dolog. Nem hagylak még ki. Szóval meséld el, mi történt. Miért állunk mi itt ki? Megkapcsolt a riasztó. Mindenki egymásra nézett, aztán egy ember elég ingerülten mondta, hogy menjünk ki a picsába. Gondolom ez volt lényeg. Először arra gyanakodtam, a tűzriadó, utána leesett, hogy fél órája Trianonról beszélek, és inkább kizavartak minket. Semmi nincs kiírva angolul, meg magyarul se. Senki nem beszél magyarul, meg angolul se. És talán franciául beszélnek, de úgy meg mi nem beszélünk. És megszólalt a tűzriadó, buszpályadvaron, és mindenki csak egymásra nézett, szóval nem voltunk benne biztosak, hogy ez egy megrendezett dolog. Aztán vége lett, és idejöttünk. És egy nagyon szép helyen vagyunk most. Ja. Ahol van Avignoni Notre Dame, meg van valami pápának a... mi ez? Palasz? Palotája. A lakása. Ez pápai palota. A pápa lakása. És most itt ülünk a pápai palota előtt is, és megnézzük. Igen. Még a Csonkahidat, ami nem készült el. Még annó. Meg mindig nincs kész, tehát valami lassabban készül, mint a... valami lassabban készül, mint a 4-es metró Magyarországon. Ezt már sok száz éve kezdték el építeni. Jaj, Tanás! Jó, menjünk tovább! Félig elkészült hídom, és annyit érdemes tudni a franciák találékonyságáról, hogy ezt a félig elkészült hídat nem fejezték be, hanem inkább helyette építettek több másik hídat, hisz teljesen logikus, hogyha egy hídat elkezdünk építeni, és nem fejeztük még be, akkor építünk másik hídakat, közbeszerzésből, pályáztatásból és EU-s pénzekből, mert sokkal egyszerűbb úgy elszámolni. Mármint így magyar logika szerint.